ekkor, tehát ugye a bronzkor elején élő populációknak a genomja, és mondjuk a ma élő Kárpát-medencei populációknak a genomja, az mennyiben hasonlít, mennyiben különbözik? Mik azok a hatások, amiket még itt később érték ezeket az itt élőket? Érdekes módon úgy általánosságban az európaiakról beszélve azt lehet mondani, hogy a bronzkor elejére már nagyjából kialakult az európai génállomány. Azonban régészeti, illetve történeti adatokból tudjuk, hogy a Kárpát-medencében még nagyon sok minden történt ezután is, tehát jött a vaskor, rómaiak, népvándorláskor, amely során még számos keveredés, illetve keletről-nyugatról érkező hatások érték a Kárpát-medencét. De akkor ezek már inkább csak, hogy hozzátettek, nem gyökeresen változtatták meg az itt élőknek a genomállományát. Valószínűleg inkább csak hozzátettek, hát ez a következő kutatásainknak a témája.